Fennállásának 20 éves jubileuma alkalmából a Nagyberegi Református Líceumban tartott előadást Jókai Anna, Kossuth díjas író. A kortárs magyar irodalom kiemelkedő alakja Mit tegyünk az életünkkel címmel, magyarságtudatról, hazaszeretetről és felelősségvállalásról beszélt az egyházi intézmény diákjainak. Aki magyarnak született, az én a nyelvvel együtt szívmagával, annak magyar feladata van. Jókai Anna szerint erkölcsi válságot élünk át, rossz irányba változnak az emberi mintaképek, viszont a család, a haza, az anyanyelvünk továbbra is olyan értékek, amelyekhez ragaszkodnunk kell. Én úgy gondolom, hogy a kárpátaljai magyarság talán az a legnehezebb helyzetben van az elszakított magyarok közül. Egyrészt azért, mert aránylag kevesen vannak. Másrészt pedig hát az anyagi körülmények is elég nehezek. Én azt hiszem, hogy itt a legnehezebb. És kitartani, összetartani mindig akkor nagyon nehéz, hogyha az a közeg, amiben az ember él, erre nem ad kedvet. Példákat. Nem véletlenül vagyunk magyarok. Isten nem kockajátékos. Jókai Anna előadásában egyszerre szólította meg a fiatalokat és a felnőtteket is. Az író véleménye szerint még gyermekkorban kell az ifjúság szívébe ültetni a hazaszeretetet, hogy minél mélyebb gyökereket eresszen. Itt, aki szereti a nyelvet, szereti azt a tudatot, hogy egy nemzethez tartozik, annak mindig fokozatosabb erőt kell kifejteni, mint ott, ahol esetleg nagy tömbben is sokan élnek magyarok. Erre mondják, hogy kicsi a bors, de erős. Ezt kívánom Kárpátaljának. A kárpátaljai magyarság küzdeni és élni akarásának egyik legjobb példája a Nagyberegi Református Líceum története. 20 évvel ezelőtt ez volt az első egyházi oktatási intézmény a megyében. Mára a Református Líceum nagy népszerűségnek örvend a kárpátaljai magyar fiatalok körében. Az oktatási színvonal miatt választottam a liceumot, mivelért nagyon erős az oktatása, és nagyon sok hasznos dolgot tanulhatunk, olyanokat, amit más iskolákban nem itt Kárpátalján, és nagyon jó erkölcsi hátteret ad, a lelkekben is épít úgy Istennel, közelebb hoz Istenhez, és a sok lelki alkalmakon nagyon épülhetünk, és azért maradtam meg itt, mert a tanárok és a diákok sokat segítenek, nagyon segítőkészek a tanárok mindenben, amit kérdezünk, mindenben segítségünkre állnak. A liceumban kiemelt fontosságú a gyerekek vallásos nevelése. A szervezők ezért Jókai Anna személyében igyekeztek olyan előadót hívni az író-olvasó találkozóra, aki erkölcsileg is építheti a gyerekeket. Azt a keresztény értékrendet szeretnénk képviselni és átadni, amelyben mi is hiszünk, és amelyről tudjuk azt, hogy jó alapja lehet az ember életének, és ebbe nagyon sok minden beletartozik. Olyan értékek, amelyekről lehet, hogy majd kicsit a mai társadalom, a mai ember, aki szalad, fut, és soha ne elfeledkezett. Ebben benne van a kultúránk, ebben benne van a nemzeti hovatartozásunk, benne van a nyelvünk, és ez a mai nap is ezt jelzi, hogy szeretnénk tágabbra nyitni a diákoknak is az életterét, hogy ismerkedjenek meg olyan emberekkel, akik letettek már valamint az asztalra, és akik éppen ezért tudnak átadni jó értékeket, jó tanácsokat, jó dolgokat az ő számukra. Egy bibliai idézetet hadd mondjak, azt az idézetet, amelyiket nagyon sokszor szoktuk itt idézni, mindeddig megsegített bennünket az Úr. 20 év az lehet egy ember életében is hosszú idő, egy iskola életében úgy érzem, ez még hosszabb, főleg olyan iskola életében, amelyik itt működik Ukrajnában. Nagyon sok küzdelemmel, de mégis nagyon sok szép dologgal, szép élménnyel, szép emlékkel lett gazdagabb ez az iskola, és hát több mint 400 diák, aki ezt az intézményt befejezte, és úgy gondolom, hogy ez magának beszél. És a 20 év küzdelmei így úgy érezzük és úgy látjuk, hogy nem voltak hiába valóak. Vannak már olyan diákok, akik jelenleg itt tanítanak az iskolában, olyan tanáraink, akik volt diákok. Vannak olyan diákok, akik lelkészként szolgálnak Kárpátalján, Magyarországon. Vannak olyan diákok, akik még az egyetem padjait koptatják, de látjuk azt, hogy éppen mit csinálnak, hol tartanak a tanulmányaikban.
vissza-vissza járnak, elmondják az élményeiket, tehát ezek mind nagyon jó dolgok, és örülünk neki, hogy így is tartják velünk a kapcsolatot. A kárpátaljai magyar iskolák tanterve nem tartalmazza Jókai Anna munkásságát. A diákok csak önszorgalomból, fakultatív órák keretében ismerkedhetnek meg vele. A diákok örömmel fogadták, amikor mondtam nekik, hogy lesz egy ilyen lehetőség, hogy meghallgathatják élőben is Jókai Annát. Sajnos a tantervünk az nem tartalmazza a kortárs irodalom részben sem Jókai Anna munkásságát, viszont ilyen fakultatív módon lehetőségük van arra, hogy nézzenek utána az életrajzuknak, illetőleg a munkásságuknak. Jókai Annáról már nagyon sok jó dolgot hallottam, és több könyvét is olvastam már, úgyis érintettem a tanulmányaim folyamán. Kedvenc könyvem a Napok című könyve, és nagyon örültem, mikor meghallottam azt a hírt, hogy ide fog jönni, hiszen szerintem ez egy nagyon jó lehetőség, hogy jobban megismerjük őt, és a munkásságát is, amiről ő egész életében dolgozott, küzdött. Nincs olyan hely, nincs olyan fórum, és nincs olyan társaság, ahol nyugodtan, határozottan ne mondanám, sajnálom, hölgyeim és uraim, kedves felvilágosult tudós barátaim, én szeretem a hazámat. Ennyi az egész. Szeretem. Szeretem azt a földet, itt ezt a gyönyörű tájat, amiben éltem. Én a magam most már a kispesti kis rengetegét, szeretem azt a Kárpát-medencét és a ilyes kellős közepét, és azt gondolom, hogy nem véletlenül vagyunk magyarok. Isten nem kockajátékos. Ezt nem úgy képzeljétek el, hogy egy hatalmas szellemi lény egy képzeletbeli dobókockával dob egyet és megnézi, és azt mondja a kockajáték közben, hogy hát hatos. Jó van, de nézd, hova várnak az Egyesült Államokban. Hatos, egyes, kettes, hát te jól leszek csórókodatnak a Kárpát-medencében. Hát ez nem ez elagadtan jövünk a világra. Aki magyarnak született, az én a nyelvvel együtt szív magába valami, annak magyar feladata van. És ezt a feladatot nem lehet elmismásolni. Ez nem bűn, ez érdem. Ez folyam fontos, hogy az legyen a szíveden. De csikorzokos valami. Arra bizonyos ördögi erő, amely mindig beleakadkozik a jó dolgokba, az megpróbálja a hazaszeretetet is tönkre tenni. Méghozzá úgy, hogy deformálja. Mondok nektek egy példát, amikor hát idén zömében talán nem is értetek még, amikor de hallottatok róla, ugye, hogy Jugoszlávia különböző népei megpróbálják önállósulni a horvátokba, szerbekbe. Ez egy nemzeti mozgalom volt, mert szeretett volna minden nemzet egy ilyen álságos titóféle kapcsolatból kijönni. Ideig tartott ahol a szeretet. Abban a pillanatban, amikor egy szerb ember az albán nőnek a csecsemőjét a falhoz vágta, és ahol kifolyt a nagyverő, abban a pillanatban az ördög átvette az uralmat. Az már nem haza szeretet volt. Tehát van egy pillanat, amikor meg lehet alátni ezt a legszebbet érzést akkor, ha a másikra gyűlölettel tekintesz. Nem az az igazi haza szeretet, hogy azt mondom, hogy a szomszéd terhne dököljön meg, hanem az, hogyha azt mondom, hogy a saját terhnemet engedjék meg, hogy én magam fejjel meg, mert így neveltem fel. Legyen a szomszédnak is. Isten gyönyörű terve, hogy jelen pillanatban az ember történet jelenlegi fázisában nemzetek, népek lapják be ezt a földet. Minden egyes népnek megvan a feladata. Ezt nem elvennék el tőle, lehet tisztelni, de ezt a tiszteletet maga számára is meg kell követelni. De nekünk feladatunk van, és ezt a feladatot végre kell hajtani. Én abban hiszem, hogy Magyarország és a magyar nyelv még sok mindent fog talán ebben a világban a többiek üdvére cselekedni. Különösen fontos egy olyan közösségbe szólni a fiatalokhoz, ahol egy alapítványi iskola, református szellemű iskola és magyar iskola próbál valamit csinálni ebben a küzdelmes világban. Én úgy vagyok vele, hogy ezeket a fiatal embereket úgy kell megszólítani, hogy megtaláljuk a kapcsolatot a saját életükhöz, a saját problémáikhoz, és ugyanakkor ébren tartani,
vagy hát esetenként felébreszteni bennük azt, hogy az életünkben, mindannyiunk életében vannak nagyon fontos dolgok és kevésbé fontosak. Én azt szerettem volna elmondani ezeknek a drága fiúknak és lányoknak, hogy nagyon nehéz megélni az életünket mindenkinek, fiatalnak és idősebbnek is. De ha vannak eszményeink, ha van valami, ami ébren tartja a lelkünket, akkor érdemes végig csinálni, és különösen, amikor veszélyeztetett értékekről van szó, azokat az értékeket meg kell őrizni, meg kell védeni, sőt, tovább kell adni. Én szeretnék arra példát adni, hogyha valaki ezek közül a srácok közül, lányok közül, fiúk közül alkotópályára megy, hogy az alkotó embernek, az úgynevezett művésznek fokozott a felelőssége, többet kapott az Istentől, többet kell visszaadni. Tehát az önzés, a pénzhajhászás, a pénzéségnek, a sikeréségnek a korában olyan dolgokról szeretnék szólni, amit néhányan falvédő bölcsességnek tartanak, de én azt gondolom, hogy a szeretetnél, egymás megértésénél, kitartásában olyan dolgoknak, amelyek fontosak, annál nincs előremutató feladat ma a világban. És itt, ebben a közegben ez különösen fontos, mert hát ne felejtsük el, 20 éves ez a magyar nyelvű református liceum. Azért 20 éves korban már egy kicsit nagykorú az ember, legalábbis úgy gondolja, ez az iskola is túl van a kamaszkorán, és hát kell erőt sugallni, erőt, hogy figyelünk rájuk, hogy szeretjük őket, és hogy az Anyaország, hogy ugye magáinak tekinti minden egyes leányt és jut, aki ezen az édes nyelven beszél, de éppen a határokon kívül él. Hát ezért. A nagyberegi református liceum az év hátralévő részében további rendezvényekkel és magyarországi vendégek meghívásával méltatja 20 éves jubileumát.